If you get it, get it. If you really want it, yeah, do what you've got to do, make it come to life. Let it into your heart. Always follow it. A vízesések szívében. Nem bánja, ha lefényképezem? Minek? Ez egyfajta hobbi, és ha valami felkelti a figyelmem... Szóval felkeltettem a figyelmét? Én? A fények, az édes kiskutyus és a gyönyörű virágok. Jól van, benne vagyok. Bár nem vagyok túl fotogén, de mondja meg, mit csináljak. Ó, csak csinálja, amit eddig. Adja önmagát. Ah. Világfelfedezők magazinja. Szia, Ben! Már majdnem kész. Igen. Amy, emlékeztetlek, hogy nem változtathatsz a tördelésen. Csak gondoltam... A kreatív rész a szerkesztők munkája, nem a tiéd. Csak futtasd le a szoftveren. Értem. Ragadd meg a napot. Rendben? Rendben. Amy, csak emlékeztetlek. Ne gondolkozz önállóan, és ne ragadj meg semmit írásos engedély nélkül. Ez a tördelés ocsmány, és a képek is szörnyűek. Ahogyan a fizetésünk is, de elég a lakbérre. Épp hogy. Úgy hallom, vérfrissítés lesz a kreatívoknál. Camilla kedvenc fotósa eltörte a lábát ejtőernyőzés közben, ezért valami nagy ágyút hívott ide. Lisa Benton eltörte a lábát? Mm-hmm. Ő csinálta volna a vízeséses számot. De annak lőttek? Ah. Hé, mit csinálsz? Carpe diem. Higgy nekem, Camilla nincs jó kedvében. Ez a nagy lehetőség. Jó fényképész vagyok. Energikus, becsvágyó, és kész vagyok áldozatot hozni. Áldozatokat? A vízesések a természetben vannak, az nem a te világod. Embereket fényképezel, figyelj. Felfalnak a vadállatok. Meg tudja szerezni Nelson Price? Nem érdekel, hogy elfoglalt. Jó, mi a helyzet Mandy Fisherrel? Nézze, találjon valakit, mert a projekt a következő héten indul. Igen? Szia! Hallottam Lisa Bentonról. Mit tehetek érted? Ülj le. Ah, igen, kösz. Arra kérlek, hogy adj nekem egy esélyt a vízeséses számban. Esélyt mihez? Fényképezéshez. Bocs, ezt úgy érted? Bár csak egy korrektor vagyok, de ennél sokkal több van bennem. Energia... Ó, oh, elnézést. Igen. Nem érdekel, hogy valaki energikus, becsvágyó és kész áldozatot hozni. Hozzáértő ember kell. Mit is mondtál? Mutatom. Ó. Oh. Ezek a tieid? Meg tudom csinálni. Igen, de elkapni valaki személyiségét nagyon más tudást igényel, mint megörökíteni egy vízesést a természetben. De a vízesésnek is van személyisége. Csak kell valaki, aki meglátja. Jól van, tudod mit? Egyszer régen valaki nekem is adott egy esélyt, és ennyi elég is volt. Tehát menj oda, fényképezd le az első vízesést, küldd el nekem, és ha tetszik, akkor folytathatod. Nem okozok csalódást. Várjuk ki a végét. Én mindig kicsi csalódott vagyok. Oh.
És állítólag van olyan vízesés, amit még sosem fotózott le senki. A legendás Redwood Falls. Azt akarom. Megszerzem neked. Remek. Ben elmondja a részleteket. Köszönöm. Sok sikert. Köszönöm. Köszönöm. Hello! Gondoltam, ez tetszeni fog. Ó, oh. A legjobb fotó, amit valaha készítettek rólunk. Mennyivel tartozom? Ó, oh, ez ajándék. Carpe diem! Látod ezt? Nem tudom, hogy hallott-e már, de élő show-kat is rendeznek itt. Igen, azok a német törzs fellépő. Szuper! Törzs vendégként feliratom okay. a listára. Csak szóljon és beteszik a műsorba. Vagy énekelhetne velem. Igen, ez jó hangzik. Mondjuk, mint háttérénekes. Rendben. Szóljon csak nekem, gondolja végig. Találkozunk hétvégén, jó? Hello, üdvözlöm a szállóban, miben segíthetek? Hello, Amy Atwater vagyok, foglaltam szobát. Amy Atwater. Á, itt is van a foglalása. Először van itt? Pontosan. Oké. Kérem, írja ezt alá. Rendben. És szóljon, ha bármilyen kérdése lenne a szállásról, vagy a programokról. Van esti összejövetel, ott hátul van. Aranymosás, sziklamászás, csoportos túrák, mountain bike, és persze a híres vízesések. Igen, valójában a vízesések miatt jöttem. Azt hallottam, hogy az első, amit meg kell nézni, a Susie Falls. Igen, az apró Miss Susie, az egy könnyű túra. Egyszerű jelzett útvonal. A szállótól észak felé kell indulnia. Ez az északi út, északi? És haladjon a hármas útvonalon. Ó, egyébként Leónak hívnak, ha bármire szüksége van, segítek. Köszönöm, Leo. Nagyon kedves. És remélem, nem tévedek el. Viszlát! Szép napot! Nem semmi. Még kandalló is van, meg minden. Öltözzünk a feladathoz. Ezt tanácsolják. Elnézést! Igen? Nem tudja, hogy jutok el a Susie Fallshoz? Menjen vissza úgy fél mérföldet, könnyen megtalálja. Hát persze. Köszi! Ez nagyon tetszik. Tényleg jó. Igen. Igen. Régóta ez az egyik kedvencem. Az enyém is. Mindjárt visszajövök. Oké. Okay. Sosem bíztam az akciókban. Ha valami akciós, szerintem csak azért van, mert kiment a divatból, vagy túl nagy a készletük. Vagy talán hibás az áru, és szabadulni akarnak tőle. Érdekes szempontok. Biztosan megfontolom, ha legközelebb vásárolok. Mi a fenécsi? A rendkedvéért ez egy nyárvégi kiárusítás volt. Mit csinálsz itt, apa?
Kisegítem ezt a szegény túrázót az árcédulák okozta vészhelyzetből. Ez elég kínos. Nem annyira, mint amikor apa elkezdi elsütni a rossz vicceit. És sajnos képtelen felfogni, hogy nem viccesek. Valóban elsütött egy rossz viccet, mielőtt megérkeztél. Tudtam. Mentségemül. Igazából meglepően sokan viccesnek tartanak, oké? Úgy tűnik, hogy először vagy itt. Le sem tagadhatnám. Mark North vagyok. Ő itt Kyra, a haverom. És egyben a lányom. Szia! Amy Atwater. Örvendek. Mit szólsz hozzá? Ó, csodálatos. Utána olvastam, mielőtt idejöttem, de a fotók meg sem közelítik a látványt. Legalábbis eddig. A Suzy Falls az egyik kedvenc helyünk. Egy kicsit szeszélyes. Szeszélyes? Az bizony. A vízeséseknek személyiségük van, ha kiismered őket. Mint az embereknek. Ah, talán a parkőrséghez tartozol? Túravezető, a szállóban. Ó, én is ott lakom. Ez remek. Vissza kell mennem, hogy elküldjek egy e-mailt. Ismersz valami rövidebb utat? Elég nagy kerülővel jutottam ide. Igen, persze. Csak kövesd ezt az útvonalat. Menj addig, amíg el nem éred a hármas utat, fordulj balra, ne térj le, és kövesd a jelzést vissza a szállóig. Dimbes dombos, de nem fárasztó. Azt hiszem, ez menni fog. Hát, köszönöm. Szívesen. Nos, talán találkozunk még. Ha a szállóban laksz, akkor biztosan. Viszlát. Viszlát. Igazán kedves nő. Igen, valóban. És csinos. Tényleg? Észre sem vettem. Igen, erre. Igen. Hú, tényleg jó szendvicseket csináltam. Így igaz. Hello. Szia. Kerülő. Mi? Nem. Nem, csak csináltam egy csomó képet különböző fények mellett. Nem akartam kihagyni semmit, de most már kész vagyok. Ó, szóval egy mérföldet kerültél egy tökéletes fotóért. Igen, csak kissé felderítettem a terepet. Megmutassuk az utat vissza a szállóba? Hát, hogyha ti is arra tartotok, együtt is mehetünk. Persze. Egyébként $500 a tarifám a túra vezetésért. Igen. Ez apa egyik rossz vicce volt. Nézd, nevet! Elég bizarr volt. Jól van, menjünk. Megmutatom az utat. Remek. Jól van, mindenki rakja el a szendvicsét. Új túrázó csatlakozik hozzánk. Jó, de én is tudom már, merre kell menni. Igen, persze. Hát persze. Igen. Akkor induljunk. Csak jól esik néha a társaság. Uh-huh. Erről van szó. Világos. Tudom, hogy semmi közöm hozzá, de ha komolyan túrázni akarsz, akkor jobb cipő kell neked. Ez igazán kényelmes. És veszélyes. A vízesésekhez vezető utak meredekek. Jó, majd észben tartom. Főleg, ha elindulok megkeresni a Redwood Falls-t. Redwood Falls? Hallottál már róla? Persze, hiszen itt élek. Korunk egyik nagy legendája. Bár nem létezik. Azt hallottam, hogy ezt csak a helyiek mondják, hogy idegenek ne keressék. Láttad már? Senki sem látta. Ez egy SP1-es. Igen, az. Így ismered a gépeket? Imádok fotózni. Ezt egy Instagram oldalon láttam, amit követek. Nagyon szuper. De apa szerint túl drága. Mert az is. Kipróbálnád? Tényleg? Igen. Persze. A vászíjat mindig akaszd a nyakadba. Ez egy alapszabály, ha nem műteremben fotózol. Ez itt a kioldó gomb, ha pedig zoomolni akarsz, gyengéden forgasd el a lencsét. Rendben. Ez az. Egy kolibri. Ez igazán jó kép lett. Tényleg? Ügyes vagy. Komolyan, Kyra?
Igazán remek érzékel csináltad ezt a képet. Köszönöm. Bár csak lenne egy jobb kamerám. Elég a telefonod. Igaza van. Rajtad múlik, nem a gépen. A lényeg pedig az, ha van hozzá szemed, hogy elkapd a pillanatot. Nem számít, hogy egy dolláros vagy ezer dolláros kamerád van. Akkor neked miért van ezer dolláros kamerád? Ennél egy kicsit többe kerül, de tényleg nagyon menő cucc, nagy dinamika tartománnyal és hely meghatározóval, hogy emlékezz, hol csináltad a képet. Látod? Indulj tovább. Jó kép. Ott majd találsz megfelelő cipőt. Mindjárt indul egy túracsoportom, de ha kell, segítek. Azt hiszem, megoldom. Biztos, hogy innen visszatalálsz. Nem lesz könnyű, de talán sikerül. Viszont jól jönne néhány jó tanács, hogy hogyan találom meg a többi vízesést. De miért érdekelnek? Esetleg megbízással vagy itt? Igen, a Világfelfedezők magazinjától lesz egy szám a vízesésekről. Wow. Akkor jó helyre jöttél. Igen, köszönöm, hogy elkísértetek. Maradj mindig a túracsoporttal. Így lesz. Kösz, hogy használhattam a gépedet. Szívesen. Sok sikert. Tényleg jó képet csináltál. Már vagy 5 éves korom óta énekelek, szóval ne hagyják ki az élő show-kat. Jó buli lesz. Feliratom a nevüket a listára, ha gondolják. 1-12-es szoba. Rendben. Jó reggelt, Leo. Jó reggelt, Amy. Lenne egy gyors kérdésem. Igen? Ha olyan vízeséseket keresnék, amiket még sosem láttak, vagy ritkák, kihez kéne fordulnom? Ritka vagy sosem látott vízesések? Igen. Nem tőlem hallotta, de Mark North az embere. Mark North? Igen, de Mark nem szereti megosztani ezeket az infókat, ha érti, mire gondolok. Azt hiszem. A lényeg az, hogy ne árulj el, hogy sosem látott vízeséseket keres. Értem. Akkor megvan, hogy mire céloztam? Nagyon. Rendben. Is. Köszönöm, Leo. Szívesen. Ennyire nyilvánvaló? Hát, segítség után kiállt. Lehet, hogy ez hasznos. Elintézem a papírmunkát, aztán segítek a választásban. Az jó lenne, kösz. Szia, hát itt vagy. Nem láttalak azóta sem. Bocs, de reggeltől estig be vagyok fogva. Nekem mondod, betábláztak egész hétre. Levágattad a hajad? A hajam? Valahogy más. Jól áll. Nem, mostanában nem. A szakállat talán az változott. Olyan, mint volt. Tényleg? Lehet, hogy a bőrszín. Mivel kint dolgozom, elképzelhető. Igen. Épp kisegítek valakit, úgyhogy majd később beszélünk, jó? Rendben, alig várom. Csak megnézek valamit. Rendben. Nézzük, mi a kínálat. Ez a csizma elég csinos. Jó, drága. És haszontalan. Akkor miért ilyen drága? Mert a többséget csak az érdekli, hogy néz ki. Mi a méreted? 8 és feles. Bobby, ide adnád a 8 és feles bakancs párját? Persze, Mark, azonnal. És mondd, hogy működnek ezek a gyalogtúrák? Elég bonyolult. Ott kell jelentkezni, ez a legfontosabb része. Kiválasztasz egy túrát, aztán csatlakozol a csoporthoz a kiválasztott túra időpontjában. Ha-ha. Én pedig úgy értem, van-e túra a vízesésekhez? Több is. Redwood Falls-hoz? Mindjárt az unikornis túra után. Ez jól hangzik. És mibe kerül egy privát túra? Igazából nem csinálunk privát túrákat, és sajnos várólista van a csoportos túrákhoz is. A cégem biztosan jól megfizetne. Talán még azért is, hogy segítesz az eltévedt embereknek hazatalálni. Minden nap dolgozom. Nincs egy szabad napot sem? Persze, hogy van, például holnap. Viszont a szabad napomat mindig a lányommal töltöm, kivétel nélkül. Jó, ez tényleg jó válasz. De felmerül a kérdés, mégis mit csináltok ezeken a szabad napokon? Hiszed vagy sem, időnként
elmegyünk túrázni. Sejtettem. Kérem ezt a bakancsot és egy pár zoknit is. Rendben, zoknit, tessék. Figyelj, van egy ajánlatom. Az a helyzet, hogy le kell fotóznom legalább 4 vízesést a hétvégéig, de nem akármelyiket, hanem azokat, amiket mások nem láthatnak. Mint például a Little Bessie-t. Betsy. Little Betsy. Látod? Ez a lényeg. Hibásan tüntetném fel a cikkben. Ráadásul nagyon valószínű, hogy eltévedek, vagy felfal engem egy grizzly medve, és többé sosem látnak. Ó, ezekben az erdőkben a grizzly nem tréfa. Komolyan. Bobby, tegyél hozzá egy medvesprét. Jó ötlet, igen. Még egy ok, amiért segítened kell. Nem bírod a visszautasítást. Mennyi lesz? Összesen 189,95. Remek. Az igazság az, hogy egész életemben vízesésekre vadáztam, bizonyos értelemben, ezért most nem akarom elmulasztani. És bár ezt eddig nem mondtam, de ez a megbízás jelenti a nagy áttörést. Egész életemben a nagy áttörésre vártam. Ezért ilyen fontos. Jól van. Egy feltétellel. Kyra velünk jön. Így még jobb. Akkor ez azt jelenti, hogy elvállalod? A szabad napomon. Tudomásul vettem. Reggel 8-kor. Alig várom. És itt. Remek. Köszönöm, hogy vállaltad. Meglátjuk, mennyire örülsz majd ennek később. Kemény túra lesz. Jóval szívósabb vagyok, mint hinnéd. Valahogy ebben nem kételkedem. Miért kell tapsolni? Innen tudja a medve, hogy jövünk. Ha az erdőben járunk, jelezni kell, hogy itt vagyunk. Ezt jó tudni. Apa, én előre megyek. De ne aggódj, később találkozunk. Minden rendben Kyrával? Ma sokkal szótlanabb, mint múltkor. Nem egészen biztos, de szerintem azért, mert tetszik neki egy fiú. Egy fiú? Fiatal, igaz? Miért? Hány éves? 11. És fél. Egy tini. És nem. Ilyenkor fedezik fel a lányok a fiúkat? Hát, ahogy elmagyarázta, úgy tűnik, a fiú nem is tud a létezéséről. És szerint ez azért van, mert nem elég csinos. Nem elég csinos? Igen. És mondhatok neki bármit. Össze-vissza dicsértem, de azt hiszem, csak még jobban zavarba hoztam. Ez igazából az anyja dolga lenne. És az anyja az... Elváltunk, mikor kicsi volt. Barátságban. Jól kijövünk egymással. De sokat utazik. Ezért Kyra hosszú időszakokra velem van. Az iskolaigazgató megállapodott velem és az anyjával, hogy a sulit e-mailben és Zoomon végzi. És persze, én is tanítom az itteni gyerekprogramunkkal. Ez igazán csodálatos megoldásnak tűnik. Igen, tudom. De ez az év másmilyen. És ez megviseli. Mint mondtam, belépett a tinik alkony zónájába is. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Azt javaslom, hogyha ez számít. Te csak légy mellette, és hallgass meg. Légy óvatos, Kyra! Na hát... Amy Atwater, bemutatom Little Betsy. Nagyon örvendek, Little Betsy. És mit tudsz elmondani róla? Te vagy a túravezető. De te vagy a fotós, aki megragadja a személyiséget. Szükségem van egy kis időre. Kell a megfelelő szög, a fény. De ez mind itt van, szóval vágjunk neki. Egyetértek. Figyelj, Kyra, csinálsz pár képet? Nem, köszi. Hát jó. Little Betsy büszke, de néha kissé sértődött. Azt hiszi, mások úgy gondolják, hogy a nagyobb vízesések fenségesebbek. Nem tudja magáról, hogy milyen gyönyörű,
különleges, csodálatos. Nem hasonlít senkihez. Figyelj, Kájra! Tudod, azt a fotódat a kolibriről? Elküldtem a saját képeimmel a magazinnak. Tényleg? Igen. Szerintem tökéletesen illettek a vízeséses képeimhez. Szuper! Mikor döntötted el, hogy fotós akarsz lenni? Hát, eredetileg inkább hobbinak indult. A nagyszüleim ismertettek meg vele. Apa, medve! Kájra, tudod, mit kell tenni. Takarodj innen, medve! Tűnés innen! Menj! Lódulj innen! Menj! Tűnés innen! Takarodj! Igen. Ez annyira szuper. Azt hiszem, bepisíltem. Másokkal is megesik, ha először látnak medvét. Szóval semmi medveszpré, csak kiabáltok és rázzátok a hátizsákotokat? Most működött, mert mi hárman vagyunk, ő meg egyedül, de ha ez egy anya a bocsaival, vagy egy grizzly, akkor egészen másfajta tapasztalatot szereztünk volna, finoman szólva. Én igazából nem is pisíltem be. Igen, persze. Apa egyik rossz vicce. Figyelj, én csak azt akartam, hogy tudd, hogy... Oh, na végre, visszatértünk. És mennyivel tartozom? Tekint szívességnek. Nem tehetem. Ez a szabad napod volt, emlékszel? Amikor túrázni megyek a lányommal. Emlékszel? Jó, és hová viszel el legközelebb? A Redwood Falls-hoz? Előbb inkább az Unicornishoz. Oké, benne vagyok. Komolyra fordítva, köszönöm. Még egyszer. Szívesen. Még egyszer. Várj, ma este lesz egy kis összejövetel. Eljöhetnél. Jó buli, általában a társaság is jó. Tudod, az ismerkedés nem az én asztalom. Még jó társaságban sem. De minket már ismersz. Nem kell tenned semmit. Igen, ez igaz. És elmegyünk, ha te is. Jó, akkor áll az alkú. Viszlát este. Viszlát este. Rendben. Látod, mondtam, hogy eljön. Jó, jó, igaz. Talán beválik. Hú, ez meg ki. Csak nyugi. Miért érzem úgy, hogy te már ismered? Ki ez a nő? Valaki, aki bajban volt. Segítettem, mert eltévedt. De most nem tűnik úgy, hogy bajban lenne. Jól van, dugulj el. Szia! Szia! Hát igazán... csodás vagy. Köszönöm. Szia, Peter vagyok. Szia! Elnézést, ő Peter a barátom. Peter, Amy Atwater. Hölgyem. Igazi úriember, késcsók. Igen, kinyitom az ajtót egy hölgy előtt, a külső oldalon megyek a járdán, és kifizetem a számlát az első randin. Bár haladó szelleműnek tartom magam, de mindhárom gesztusnak örülök. Remélem, jegyzet ez, Mark. Örültem a találkozásnak. Én is örültem. Ő a helyi sármos Mr. Debonair. A sörszállítmány. Ja. Így áll, amíg még hideg. Igazán nem kellett volna. De én így akartam. Ó, oh, Amy, ő itt Tara. Tara? Amy? Szia. Tara is túravezető itt. Igen, már hallottam a nevedet. Be voltál táblázva. Mit is mondhatnék, nagy rám a kereslet. Figyelj, itt van Kájra is. Igen, ott könyököl, és igyekszik úgy tenni, mintha itt sem lenne. Jó, akkor megyek és üdvözlöm. Nagyon örventem, Tara. Én is örventem. Mindjárt megyek én is. Jó, rendben, igen. Szia, Kájra! Amy, szia! És ő is itt van? Ki? Én is voltam egyszer 11 éves, és úgy tűnik, hogy kifejezetten egy valakit keresel. Csak egy fiút, akit ismerek. Szia, Kájra! Szia, Hunter! Gondolom, ő az. Igen. Nagyon kedves volt tőle, hogy köszönt. De nem jött ide beszélgetni. Igaz. De nagy bátorság kellett ahhoz is, hogy üdvözöljön, nem? Talán. Miért nem mész oda hozzá?
Azt már nem. Kérdezd meg tőle, hogy kér-e limonádét. Nem megy. Kedveled őt? Olyasmi. Jól van, igen. Akkor menj oda hozzá, és mondd azt, hogy legyetek barátok. Bátorság. És az egyetlen módja, hogy megmond neki, ha most odamész. Hidd el nekem, az élet túl rövid ahhoz, hogy kihajt ezeket a fontos pillanatokat. Oda jössz velem? Hát persze. Oké. Akkor én is. Szia, Hunter. Igen? Gondoltam, megkérdezem, hogy eljössz-e... Szia, Hunter, jössz velünk? Megyünk megnézni az új kikötőt. Jössz te is? Hunter, gyere már! Köszönöm. Rendben, akkor szia. Menjünk. Szia. Arra kért, hogy nézd meg vele a kikötőt. Nem jelent semmit. Figyelj, elég jól ismerem a fiúkat, és szerintem nagyon is tetszel neki. Megyek és hozok limonádét, te is kérsz? Persze, köszi. Hello! Szia, apa! Szia! Minden rendben? Azt hiszem, ritkán teszek ilyesmit, de most elláttam néhány jó tanáccsal. Ez azért jobb, mintha én tettem volna ezt. Biztos sokan mondták már, de nagyon klassz kölyök. Úgy tűnik, az érzés kölcsönös. Ő is nagyon kedvel téged. Valóban? Igen, tényleg. Nagyon kedves vagy. Figyelj, a holnapi csoportommal az egyik eldugott vízeséshez megyünk. Érdekelne? Persze. Bírod a magaslatokat? Csak ha van mibe megkapaszkodnom. Nem hiszem, hogy ez menni fog. De menni fog. Nem nehéz. Csak 11 vagy. Hidd el nekem, az élet túl rövid ahhoz, hogy kihagyd ezeket a fontos pillanatokat. Ó, szent ég! Látod? Nem nehéz. Nem kell úgy leugranod, mint ez a Supergirl, csak szép lassan. Sok kis ugrás egyenként. Biztonságban leszel. És ha véletlenül elengedem a kötelet? Hát az semmiképp se tett. Jól van. A csoportom többi tagja lejutott már? Igen, mindenki rendben. Hogy megy? Remekül. Ideges vagy? Igen. Helyes, ez benne az élvezet. Találkozunk lent. Ne figyelj rájuk, csak is magadra. Lábbal ellököd magad. Nekem ez nem megy. Hé, azt mondtad, ha van mibe kapaszkodnod. Egy épületre gondoltam. Ugyan már. Győzz le a félelmedet. Ezért nézek horrorfilmeket. Akarod látni a Falcon Fost, vagy sem? Rendben. Jól van! Nem lesz baj. Látod? Jól van. Menni fog, Amy! Háromra. Egy, kettő, három! Megcsináltam! Igen! Ugorj, Amy, menni fog! Remek volt! Biztos, hogy eddig még nem próbáltad? Esküszöm! Ez őrületes volt, de egyedül nem ment volna. Sok ember nem vállalná be, büszke vagyok rád. Tényleg? Kösz! Nagy sikerélmény. Lassan indulnunk kéne, még nagy út áll előttünk. Annyira felemelő volt. Ez az érzés megmarad, mindegy hányszor csinálod. Úgy érzem, mint aki legyőzte a nagy kaszást. A sziklát győzted le, ami az utadban állt. Erre mindig emlékezni fogsz. Igen! Úgy tűnik, mindegyik le akar nyűgözni. Minél inkább rejtőzködnek, annál pompásabbak. Igen. Szóval mi a véleményed Mr. Falconról? A víz máshogy esik alá, mint a többinél. A sziklák is sokkal simábbak.
és olyan az egész, mint egy barlang a bűvös erdő mélyén a vízesés mögött. Nagy dumája van, azt hiszem. Lehet, hogy kissé öntelt is. Mindezt egy fotó alapján? Ó, tudod, egy jó fénykép sok mindent elárul valakiről. Emlékeztes, hogy sose hagyjam, hogy lefotózz. Mi van? No, semmi. Ne csináld már, mutasd meg. Ez így nem fair. Jól van, rendben. Parancsolj. Meg kéne borotválkoznom. Bírom a borostát. Csatlakoznunk kéne a többiekhez. Igen. Igen. Oké. Kitűnő munka, Amy. Nem könnyű megfelelni az elvárásaimnak, de ez tényleg fantasztikus. Köszönöm. De sajnos ezekről már publikáltak fotókat. Tudod, mit keresek? Dolgozom rajta. Helyes, mert egy jóval nagyobb sztorit szeretnék belőle. Legendás vízeséseket fedeztek fel. A biztos forrásom szerint ezek nem léteznek. Csak mert azt hiszik, hogy az övék. De ez tévedés. Ha bebizonyítod, hogy léteznek... Osztozol a dicsőségben. Ez egészen jól hangzik. És egy új megbízást is kapsz tőlem. Santa Fe. Komolyan? 3 napod van, hogy ezt befejezd. Bíz bennem. Camilla, az egyik fotó, amit küldtem neked, amin a kolibri van. Igen, imádom. Mindig jó, ha vannak kiegészítő képek a fő téma mellé. Nem én készítettem, és szeretném, ha az illető, aki csinálta, megkapná a jutalmát. Kérlek, küldd el az infókat bennek, és csak így tovább. Rendben. Köszönöm. Mennem kell. Szia! Ráérsz most? Igen. Ejha! Te gyönyörű ma este! Köszi, Leo! Tehát Angel és Redwood Falls. Próbáltam megszerezni az infót, de nehéz, Dio. Oké, van egy ajánlatom. A Redwood Falls szigorúan őrzött titok itt, senki sem beszél róla. Kissé nehéz kideríteni, hogy valójában ki látta. Tényleg? Igen. De ha fogadhatnék, bár nem fogok, de ha mégis, azt mondanám, hogy az itt dolgozók közül csak egy valaki láthatta. Egy valaki. Aki maradjon névtelen. Rendben. Érezze jól magát, Amy. Köszi, Leo. Egy helyi fotós, aki imádja a vízeséseket. Kicsi a világ. Úgy tűnik, nem nyűgözött le. De igen, igazából nagyon hatásos. Szerinted ennyire jó? Valójában nem igazán. Oh. Csak őszinte voltam, bocsánat. Nem, szeretem az őszinteséget. És mégis mitől hatásos? Például ez itt. Ezt a vízesést még nem láttam. Mások sem. Nagyon nehéz odajutni. Komolyan vesszük, hogy meg kell óvni a vidék kincseit. Emlékezni fogok rá, ha elviszel oda. De beszéljünk a fotókról. Mi nem tetszik bennük? Jól van. Nem ragadják meg a lényeget. A portrékban nincs benne a személyiségük. Igen, egyetértek. Az Angel Falls nem hasonlítható a többihez. Ez az Angel Falls? Már hallottál róla? Hallottam, hogy épp olyan rejtélyes, mint a Redwood Falls. Nem egészen. Mint láthatod, ez létezik. Különleges. És lenyűgöző. És nagyon nehéz odajutni. Elvinnél oda? Kérlek. Nos, azt hiszem megérdemel egy jobb portrét ennél. És hát te sokkal jobb fotós vagy, mint a mi helyi művészünk. Köszönöm. Rendben. Egy feltétellel. Nem mondom el senkinek, hogy találtam rá. Részben. Ma este látható lesz a holtcsarló, még éppen naplemente előtt. Oly csodás fényben úszik, amilyet még sosem láttál. Egy másik itteni hagyomány? Esküdj a becsületedre.
Nem mondom, rengeteg itt a szabály. Elfogadod vagy sem? Elfogadom. Indulhatunk? Mire várunk még? Ehhez hozzá tudnék szokni. Elhiszem. Néhány nap múlva elmész, igaz? Mintha millió mérföldre lennék otthonról. Ez a vidék így hat mindenkire. Talán tovább kéne maradnod. Épp most léptettek elő. A főnököm kedveli a fotóimat, és megbízott egy újabb feladattal. Nem tűnsz túl lelkesnek? Az vagyok. Azt hiszem, az vagyok. Igazából nem is tudom, mit érzek. Miért? Azért fizetnek, hogy fotózzak, és ez a szenvedélyem. És ezért hálás vagyok. De? Látva a kiállítást, hogy őszinte legyek, a szívem szerint ezt csinálnám. Nem keresnék vele sok pénzt, de a magam ura lennék, és ez lelkesített fel. Akkor ezt kéne tenned. És nem viccelek, te sokkal jobb vagy. Azt sem tudnám, hogy fogjak bele. Kezdj el hinni magadban. Mint amikor leugrottál arról a szikláról. Ott voltál, mint biztonsági háló. Biztonsági háló? Vagy mondjuk drukker. Amelyik jobban tetszik neked. Azt hiszem, mindkettő jó. Gyerünk. Folytassuk ezt a beszélgetést a vízen. A vízen? Nézd, nekem sikerült. Biztos munkám volt egy vállalatnál. Többet kerestem, mint az átlag. Eljöttem ide a válásom után, hogy újra átgondoljak mindent. Közben pedig rájöttem, hogy mi hiányzik az életemből. És mi hiányzik? Én magam. Nincs második menet a körhintán, Amy. Tudnod kell, mit akarsz. Muszáj megkérdeznem tőled, Mark. Te láttad? A Redwood Falls-t? Bízhatsz bennem, komolyan. Nem mondom el senkinek, ha te már láttad. Egyszerűen csak tudnom kell. Tényleg létezik? Igen. A Redwood Falls létezik? Én vagyok az egyike a keveseknek, akik megtalálták. Véletlen volt. Úton voltam, hogy felderítsem az Angel Falls-t. Valójában egy ideig azt hittem, hogy eltévedtem. Aztán megláttam azt a különös sziklát, illetve igazából kettő van összecsavarodva. Az öregek úgy hívták, hogy csavaros hölgyek. Szóval hallottam egy barátomtól, aki hallotta a nagyapjától, aki hallotta a nagyanyjától, hogyha ettől a sziklától mérve 212 fokon haladsz tovább. A Redwood Falls már nincs messze. Ezt a számot könnyen megjegyeztem, mert Fahrenheitben mérve ez... A víz forráspontja. Pontosan. Szerintem a természetnek van humorérzéke. Szóval követtem az irányt, és ott volt. Az unikornisok mellett. Így van. Nem akartam úgy tenni, mint aki nem járt ott. De az a hely tényleg mesebeli. Mesebeli? Igen, nehéz megmagyarázni. Az Angel és a Redwood is az. Szavakkal le se lehet írni egyiket sem. És elviszel oda? Az Angel Falls-hoz, ahogy megígértem. A Redwood egy egész másfajta felfedezés, és őszintén szólva, azt sem tudom, hogy oda találnék-e újra. Nem tudom, hogy igazat mondasz-e, de el kell fogadnom. Tehát Angel Falls. De csak akkor, ha letetted az esküt. Rendben. Az eskütétel. Emeld fel a jobb kezed. Amy Atwater, ünnepélyesen esküszöl, hogyha elviszlek az Angel Falls-hoz, nem árulod el a helyét senkinek. Esküszöm. Az életedre? Inkább meghalok. Jól van. Azzal még várj egy kicsit. Csak most találkoztunk. Ó, ez Tara. Üdvözölni akart. Értem. Tara. És megkérdezhetem tőled... Hogy Volt. Régen. Valamennyire. Barátnő? Néhány randi, de
nem működött. Remek lány, de barátként jobban élünk egymáshoz. Ezt el is mondtam neki. De hogy őszinte legyek, nem esküdnék meg, hogy ezt ő is így látja. Megértem. Köszönöm, hogy elhoztál. Ez tényleg fantasztikus. A főnököd boldog lesz. Vagy csak elteszem a galériámnak. Elmentél sziklát mászni? Jól van, tudom. De komolyan mondtam. Belezugtam valakibe. Jó, bármit is teszel, ne hagyd abba. A főnök boldog. Tudom. Vigyázz, mit kívánsz. Ezt hogy érted? Sehogy. Van még 3 napod, miért csomagolsz már? Ó, mert egy... Egész nap eljutni ahhoz a legendás vízeséshez. Nagyon ritkán fotózták le, szóval Camilla imádni fogja. Várjunk, te most kempingezni is fogsz? Igen. Egyedül? Nem. Értem, szóval nem avadsz be mindenbe. Van egy vezetőm. Nem nagy ügy. Sok nem nagy ügyen randiztam már. Hogy hívják? És hogy néz ki? Penny! Halljam. A neve Mark. És elképesztően jóképű. És a lánya elképesztően aranyos. És... Bármilyen lesújtó, van egy ex-barátnője. Aki nem akar ex lenni. Ex-barátnő? Mm-hmm. Bonyolultan hangzik. A részleteket nem kérdeztem. Nekem úgy tűnik, hogy... Reménytelenül tetőtől talpig belezúgtam. Tudom. Ez fantasztikus. Nem, nem az. Penny! Miért most? Miért itt? Már csak 3 napig vagyok itt, az egész csak vágyálom. Élvezd a vágyálmot, mert higgy nekem, általában jobb, mint a valóság. Bár talán hülyén hangzik, de megtalálni az igazit legalább olyan megfoghatatlan, mint megtalálni a Redwood Falls-t. Redwood Falls? Nem érdekes. Mennem kell. Sok sikert, Amy. Köszi. Szia. És izgulsz már? 2 hónapja várok erre a természetvédelmi programra. Hát persze, hogy izgulok. Büszke vagyok rád. Hát akkor nem sokára találkozunk. Szeretlek. Én is téged. Úgy tűnik, lesz egy barátod a programon. Úgy tűnik. Érezd jól magad. Kösz, Amy. Mi is meg... Jó napot, tanárnő. Igen, megérkeztem. Készen állsz? Ezúttal leszedtem a címkéket. Mi van? Már futnak is a medvék. Tartsuk pihenőt. Bírom a tempót. Biztos? Lehet, hogy te nem bírod. Ezért akarsz pihenőt. Tudod mit? Csak 1 minutumra. 1 minutumra? Ó, kényeztessük magunkat a verandán egy mentolos hideg puncsal. Nagyon vicces. Vannak szavak, amiket a nagyapámtól csíptem fel. Passzol hozzád. Passzol? Te is ismerted a nagyapámat? Kifinomultan hangzik. Kifinomult ember volt. Imádott kirándulni. Sokat kempingeztünk gyerekkoromban. Azért fura, mennyire hatnak ránk, pedig akkor észre sem vesszük. De ez jó. Igen, hiányzik. Jóban vagyok az apámmal, de egy nagyszülőt valahogy nehéz pótolni. Én is így érzek az enyém kapcsán. Tőlük örökölted a fotódilit? Áttételesen igen. Egyidős lehettem Kájrával, amikor segítettem rendet rakni a padláson. És akkor találtam egy nagy dobozt, tele fényképpel, emberek úgy 100 évvel ezelőtt, fekete-fehér, és ez megbabonázott. Az embereknek a személyisége, az életüknek a története egyetlen egy képben megragadva, azóta a fotórabja vagyok. Hát, 100 év múlva az unokáid visszanézik a fotóidat, és ugyanezt gondolják majd. Nélküled ez nem jött volna össze. Szerintem még mindig ott köröznék az első vízesés körül. Hát van erre felé egy mondás. Könnyű eltévedni, de ha elengeded magad, könnyebben rád találnak. Ez tetszik.
Mehetünk? Te akartál pihenőt tartani, nem én? Igen, így van. De előbb... Igen? Már megint? Nem emlékezhetsz az odavezető útra. Mindenkivel ezt csinálod? Mi van a medvékkel? Tapsolj! Most komolyan. Ez a természet. A bolygónk csak akkor marad fenn, ha együtt tudunk élni a medvékkel. Pontosabban minden állattal. Eltesszük a kaját, és ha kimegyünk a mosdóba, tapsolunk, ahogy az ösvényen is tettük. És mi van, ha ott egy medve? Fuss! Gyorsabban, mint én, ha jót akarsz. Egy újabb rossz apavic. Én azt hittem egész jó. Adnék még egy jó tanácsot. Csupa fő vagyok. Bármilyen csábító is, hogy kiélvezd ezt a gyönyörű naplementét. Élve falnak majd fel. És nem a medvék, az itteni moszkitók könyörtelenek. Nem erre való a szúnyogriasztó? Hidd el nekem, hogy ide kevés lesz. Elkergetnek innen, és most nincs erőm, hogy megmentselek. Szerencsédre olyan fáradt vagyok, hogy az sem biztos, hogy eljutok a hálózsákomig. Ó, és még valami. Kígyók? Kedves tőled, de ez még korai. Nyisd csak ki. Na hát, ez egy... Egy iránytű. Tudom. Sosem lehet tudni, mikor kell iránymutatás. És bármilyen fura, mindig felém mutat. Északra. Értem, Mr. Mark Észak. Mindig tudni fogom, hogy hol találok. Köszönöm. Szívesen. Holnap hosszú út vár ránk. Készen állok a feladatra. És most, hogy ajándékot cseréltünk, mit szólnál? Egy kis falatnyi brownihoz. Ha, oda vagyok érte. Szia! Jó ét! Jó ét! Jó reggelt! Jó reggelt! Kérsz kávét? Igen, köszönöm. Hogy aludtál? Mint egy mormota. Miután letettem a fejemet, ki sem nyitottam a szememet úgy 5 perccel ezelőttig. Helyes. Bocsi. Hogy kéred a tojásokat? Rántottának. Jó választás. Te tényleg jól kiismered magad. Belső iránytűvel születtem. De azért az igaz is jól jön. Ha nem lenne GPS-em, ki sem jutnék a kocsi felhajtómról. De itt egyáltalán nincs térerő. És ha történik valami? Bokitoki. Elég erős, hogy eléri a szállót, ha szükség van rá. És használtad már? Azt sem tudom, hogy működik-e. Remek. Nem vagyunk messze. Egész szép a kilátás odafent. Vagy arra felé is mehetünk, bár hosszabb idő odajutni, de megéri. Bízom benned. Rendben. De előbb... Ugye tudod, hogy adtál egy iránytűt? Tudom. De ettől egész biztos elveszíted az irányérzékedet. Ne csináld. Ez nem veszélyes. Ne aggódj. Fogd meg a kezem. Vigyázok rád. Ugye tudod, hogyha eltöröm a lábamat, neked kell kivinned innen? Nem gond. Thank you.
Mit szólsz hozzá? El sem hiszem, hogy létezik ilyen gyönyörűség. Úgy érzem, én vagyok a legszerencsésebb. Ez, ahol állunk, a második kedvenc helyem a Földön. Vajon mi múlhatja ezt felül? Na, le akarsz menni oda? Alig vártam, hogy megkérdezd. Mit is mondtál a vízesésekről? A vízesés változást jelent. Amikor nagy bajban vagy, elmossa magával minden gondod és kételyed. És ezt hogy csinálja? Csak engedd neki. Miss Atwater, készen állsz életed újabb fejezetére? Igen, de előbb még... onnan is csinálnék egy képet. Nézd a szivárványt ott a vízben! Igen! Oda néz! Csak annyit akarok mondani, hogy... Lenyűgöztelek? Ezt is, de főleg azt, hogy köszönöm. Szívesen. Az Angel Falls maga a tökély. A főnököm imádni fogja. Köszönöm, hogy megosztottad velem ezt a szent helyet. Nos, bízom benned. És mi a holnapi programod? Reggel 8-kor indulok a csoporttal. Rövid túra, aranymosás és egyéb vidámságok. Kájra is jön. Csatlakozz hozzánk. Az jó lenne. De sajnos nekem át kell néznem a képeket. El kell küldenem a főnöknek. Jó ét. Reggel találkozunk. Még el akartam mondani, hogy van egy kiadó stúdió a városban. Egész olcsó. Ha meggondolnád magad, jó galéria lenne a fotóidnak. Érdemes meggondolni. Már megtettem. Tényleg? Őszintén? Csak ezen gondolkoztam egész úton hazafelé. Jó ét, Mark. Jó ét. Apa, képzel, találtam valamit. Gazdagok vagyunk. Nekem nincs szerencsém. Megmeríted? Aztán kétszer megrázod, de csak finoman. Milyen könnyű, mi? Ez is művészet. Itt van egy! Eureka! Ügyes vagy. Látom, rajtad kívül mindenkinek volt kapása. Nem akartam lefőzni a vendégeket. Illetlen dolog. Helyes. Élvezed? Igen, nagyon izgi. És te tényleg elmész holnap, Amy? Úgy tűnik. Nagy kár. Ha már nem találkoznánk, jó utat. Este még találkoztok. Nyílt est a szállóban. Apa, csak nem fogsz megint énekelni. Én nem is csinálom rosszul. Te tudsz énekelni? És gitáron is játszik. Annó volt néhány duettünk, igaz? Igaz. És szerintem nem is voltunk rosszak. Na jó, ott találkozunk. Sziasztok! Szia! Kájra, nem is mondtad, milyen volt a táborozásod. Te sem mondtad, hogy milyen volt a tiéd. Pimasz kis csibész.
Remélem, mindenki jól viselkedett. Hát persze, apa. Ó, Heuréka, még egy aranyrög. Ügyes vagy. Igen, kállj rá, csak így tovább. I'm just a single guy, looking for someone to call, someone who knows how to hike. Mindig ezt csinálja? Minden nyílt estünkön. Cause I'm ready to give you my all. Szép volt, Leo! És mi van veled? Téged mikor hallhatunk? Amikor ritkul a tömeg. Kájrának igaza van, nincs túl jó hangom. De azért imádok énekelni. Néha össze kell szedni a bátorságunkat. Ki mondta ezt neked? Hová tűnt Kájra? Arról volt szó, hogy hoz nekünk popcornt. Ott van. Úgy tűnik, segítségre szorul. Jól van. Ne, megyek én. Maradj csak. Szia! Szia! Mit csinálsz? Semmit. És? Apa még mindig énekelni akar? Remélem. Figyelj, miért nem mész oda? Csupa fiú. Jó, de barátok vagytok Hunterrel, nem? Ez igaz. Jól megvoltunk a kiránduláson. Egymás mellett ültünk a buszon. Már el akartam mondani neked. Szerintem te egy rendkívüli teremtés vagy. Tényleg? Igen. Igen. Te mutattad meg, hogy kell leugrani egy hegyről. Beszíjaztad magad, és félelem nélkül leugrottál a szikláról. Csodás fotót készítettél a kamerámmal. Ráadásul elsőre. Nekem ez évekbe telt. Van humorod, okos vagy, és bátor. És szerintem nincs előtted akadály. Láttad a tegnap esti meccset? Én is látom. Köszönöm. Sziasztok. Gyere, ülj le. Kösz. Nincs mit. Láttátok Leót? Nagyon muris. Szia! Szia! Hogy vagy? Remekül, kösz! Az jó. Jó látni téged. Jól nézel ki. Igazán összeillünk. Szia! Hát eljöttél? Eljöttem, igen. Azt hiszem, fantasztikus élményben lesz részed. Készen állsz? Úgy érted, hogy... Te meg én. Menjünk. Nem. Nem, nem, gyere nem. Már. Tényleg nem. Ne légy ilyen szégyellős. Oké. Hogy érzitek magatokat? Igen. Hajrá, apa! Újra itt vagyunk, és ez annyira jó. Szóval melyik dalt választott szívem? Nos, mit szólnál a Hold dalához, a kedvencemtől, Julian Taylortól? Én pedig kísérlek. De mielőtt elkezdjük, szeretnék mondani valamit. Egy barátom, nagyon jó barát. Itt volt velünk ezen a héten, mert cikket készít a Világfelfedezők magazinjának. Holnap leadja a képeket a csodás vízeséseinkről. Fantasztikus fotóművész. Ez a cikk sokat segít majd a városunknak, és mindenkinek, aki hozzájárult, hogy ez a szálló ilyen különleges hely legyen. Amy Atwater, állj fel! Köszönöm! Éjjel, Amy! Köszönöm! Jól van! Akkor kezdjük! You got a fire inside you, babe.
fire that no one can tame. Jössz táncolni? When the Igen. Evening sun goes down, I hear the wind whistle your name. Funny how things change, they always stay the same. There's so many points of view, but there's only one of you. Yes, it's true. I'm over the moon free. I owe the universe debts that I cannot pay. Debts that I will take with me to my grave. No matter what we've been through, I could always count on you. Yes, it's true. I'm over the moon for you. Tetszik? A fotók lenyűgözőek. Nagyon tehetséges. De hiányzik a hely meghatározás. Ezt hogy érted? Az olvasóinknak fontos a helyszín. Többek között azért szeretik a magazinunkat, mert felderíthetik, amiről olvasnak. Ha nem kapcsolta ki a műholdvevőt a kameráján, még mindig ott van a fájlban. Te meg tudod találni? Persze. Jól van, kerüljön bele a cikkbe. De az a lényege, hogy csak néhányan tudják, hol van az Angel Falls. És esküdtettek, hogy nem árulják el a helyét, ahogyan Amy is. Ők igen, de én nem tettem esküt. Tehát rajta. Camilla, Amy a szavát adta. Szerintem nem kéne ezt tenned, mielőtt nem beszélsz vele. Ez a néhány vízesés nem csupán azoké, akik ott élnek, hanem az egész világé. De nem a titokzatossága a lényeg. Erről a helyről még sosem publikáltak fotót. Nem ez lesz a fő vonzereje ennek a cikknek, és az igazi értéke? Jó van, talán igazad van. Hagyjuk, csapjunk hírverést. Talán az majd több olvasót hoz nekünk. Vízesések nyomában. Igen. Fedezd fel velünk Washington rejtett csodáit. Figyelj, én ismerem őt. Ez valami tévedés lesz. Szándékosan nem tenne ilyet. Jól van, de sajnos én nem értek egyet veled, érted? Hello, Tara! Mark itt van még? Hogy tehetted ezt? Mégis mit? Ugyan már. Az első perctől fogva átverted. Átvertem? Fogalmam sincs, miről beszélsz. Nincs? Elolvastad a cikket? Igen. Az egy szentföld, Amy. És esküdtettél. Sajnálom, egy szót sem értek. Leo, mi ez az egész? Figyelj, csak olvasd végig! Szélesség, hosszúság, jaj ne! Ne! Mark! Én... Mark! Nincs miről beszélnünk. Nem tudtam róla. A kamerádban van hely meghatározó. Te mondtad Kyrának. Igen, de ez én... akkor fel sem merült bennem. Igen, de kikapcsoltam. Nyilván mégsem. Felfogtad, mit tettél? Ez nem valami hozzávetőleges helyszín. Megadtad a pontos koordinátákat. Szerte a világból megrohanják majd ezt a vízesést. Esküszöm, hogy nem tudtam. Pont úgy meg vagyok döbbenve, mint most te. Valóban. Mert nekem nagyon úgy tűnik, hogy kezdettől fogva ez volt a szándékod. Ez nem igaz. Meg kell értened valamit. Ez nem arról szól, hogy megtartjuk magunknak. Tiszteljük. Becsben tartjuk. Azok, akiket ide csal a fotód, csak egy szemétcsíkot hagynak majd maguk után a vízesésig. Annyira sajnálom. Mark, áruld el, hogy tehetném jóvá. Bár csak jóvá tehetnéd. Ne, Mark! Tudtad, hogy nem adhatod meg a pontos helyszínt. Véletlen volt. Véletlen? Te mindent ezerszer átolvasol, Camilla! Hogy átsiklottál rajta? Higgadj le, Amy. Ne mondj nekem ilyeneket!
Van egyáltalán fogalmad arról, hogy milyen mélyen megaláztál engem? Azt hiszi, hogy szándékos volt, hogy kész akarva elárultam. Ki? Ők! Mindenki itt! Megbíztak bennem! Hogy nem vetted észre? Sajnálom, Amy. Eredetileg meg akartam adni a helyszínt, ahogy mindig, de aztán másként döntöttem, miután Penny mesélt az esküről. Ami itt történt, az egy szerencsétlen félreértés volt. Amy? Itt Ben. Az én hibám. Én csináltam a végső korrektúrát. Ki kellett volna vennem az infót? Elhibáztam. Hallottad? Mondd ezt neki, Kend a hülye főnöködre. Fogalmad sincs, hogy mit tettél. Nyugodj meg, Amy. Nem fogok megnyugodni. Amy, soha többé nem látod ezeket az embereket. Ma elmész onnan, vár az új feladat. Tekintsd ezt úgy, mint egy félig tele poharat. Megkaptad, amit akartál. Szívből gratulálok. Amy? Ott vagy még? Alig várjuk, hogy lássuk, hogy mire jutsz majd Santa Fe-ben. Ben már is elküldi neked e-mailben az úti tervet. Amy, ott vagy? Mennem kell. Nálad van a kör hármas? Húzzál. Te most Charles? Hello, Leo. Hello. Szia, Kyra. Szia. Kérhetnék egy percet? Persze. Vissza kell mennem dolgozni. Köszi. Gondolom, nagyon dühös vagy rám. Nem vagyok dühös. Tudom, hogy nem szándékosan tetted. Jártam itt korábban is. Hallottam, hogy telefonálsz. Nem akartam közbeszólni. Azért az én hibám is. Hol van a papád? Elment egy túrára. Meg akartam magyarázni, hogy mi történt. Délutánra itthon lesz. El kell érnem a gépet. Tényleg el kell menned? Nem maradhatnál velünk itt egy kicsit még? Bárcsak maradhatnék. Jó lenne. Figyelj, apa nincs messze. A Falcon Falls-hoz vitte a csoportot. Ez a második vízesés, ahol jártál. Elkísérhetlek oda, elcsíphetjük őket az út közben. Boldogan mondanék igent, de talán jobb, hogyha nem teszem. És mondd meg, hogy sajnálom. És hogy üdvözlöm. Oké. Okay. Ó, majdnem elfelejtettem. Gratulálok. Mihez? A fotód bekerült a cikkbe. Alatta a neveddel. Legyél nagyon büszke magadra. Szia! Szia! Ügyesek voltatok, fiúk. Rátok fér egy kis pihenő. Szia. Szia. Jól vagy? Igen, persze. Hallottad? Nemrég megállt itt egy kis busz. Egy csoport arra készül, hogy megkeresse az Angel Force-t. Igen, én is hallottam. Remélem tévedtem, és tiszteletben tartják, mint mi. Igen.
Nem láttad Amy-t? Úgy tudom, már elment. Nem köszönt el tőled? A kocsia még a parkolóban van. Itt nem járt. Ismered az új táncot, ami így megy? Á, igen. Igen, már láttam. Valahogy így. Igen. Szia, Kyra! Szia, Hunter! Apa, nem kéne haragudnod Amy-re. Igen. Fura dolog. Mert nehezemre esik haragudni rá. Tényleg rosszul érzi magát amiatt, ami történt. Tudom. És nem ő tehet róla. Hallottam őt, amikor telefonált. Nem akartam hallgatózni, de a főnökével beszélt. Átverték. És nem tudta, hogy az Angel Falls koordinátáit beteszik a cikkbe. Ő ezt megtiltotta. Nem tudod, hol van? Ma reggel elment. A kocsia ott áll a parkolóban. Ez komoly? Miért van még mindig ott? Amy! Sehol semmi. Beszéltem túrázókkal, de egyik sem látta őt. Én sem láttam, Mark. Rendben. Csavaros hölgyek? Redwood Falls. Vízforráspont. Újabb kerülő? A szebb utat választottam. Megpróbáltad lefényképezni? De nem tetted, igaz? Mert nem szereti, ha lefotózzák. Attól fél, hogy az ellopja a lelkét. Nagyon nagy lelke van. Tudom, hogy szándékosan sosem ártana senkinek. És most áruld el, hogy a csodába találtad meg ezt a helyet. Hát, azt mondtad, ez majd mindig a helyes irányba vezet. Megtaláltam. Jól van. Kéne a helikopter, mielőtt besötétedik. Rendben. Küldd el a koordinátákat. Hová sietünk? Csak most értünk ide. Én hoztam sátrat. Két személyes? Mondd le a helikoptert. Jól vagyunk. Sosem mondtad nekem, hogy melyik a legkedvesebb helyed a világon. Ez itt Amy Atwater. Ez itt veled. The sunlight warm against my skin, oh, I feel born again. And all these dreams inside my head, I'm gonna let you in. Every little moment that we have, honey, let's savor it. We might never get it back. It don't have to be perfect, everything to be right, 'cause anything is worth it.
magyar hangok. Kelemen Kata, Előd Álmos, Csikós Léda, Lamboni Anna, Kisfalvi Krisztina, Borbíró András, Nádasi Veronika, Renát Zoltán, Szalai Csongor, Szrűna Krisztián. Magyar szöveg Meszéna Marian. Hangmérnök és vágó Schmidt Zoltán. Gyártásvezető Vigvári Ágnes. Szinkronrendező Zentai Mária. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Jávor Barbara. Is it?